Mi bánt leginkább, ha rád mondják? Mi az, amivel leginkább meg lehet téged bántani? Mi az, amit ha mondanak rád, akkor, akkor, akkor elkedvetlenedsz, akkor szabadkozol, védekezel, nem, én nem, én nem vagyok, én nem vagyok, én nekem nem a pénz a legfontosabb, és itt tovább. Tehát mi az, ami, amivel téged lehet manipulálni is, akár nem vagy elég lelkileg erős benne. Beszéljünk már erről, hogy üdvözlök a mai sikervitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Na, kezdjük is el! Például mi van, azt mondják lehet, hogy kapzsi vagy. Oh, már ezt is pénzért adod, ezt a hülye tananyagokat, és ah, ez csak pénzt akar kérni. Tiszta kapzsi vagy. Persze, hogy... Uh, mit, hogy reagálsz erre? Tényleg így gondolod? És akkor ilyen szabadkozó, nem, nem, nem csak a pénz, én azért csinálom, mondjuk az én tananyagaimra mondták egyszer-kétszer, vagy amikor az ingyenes videóim közé berakok mondjuk egy olyat, hogy, hogy vegyél meg egy tananyagot, a buta emberek nem lehetőséget látnak, nem azt mondja, hogy kapzsi vagy, te ez is csak pénzért áll, te is csak a pénzért csinálod. Igen, drága barátom, nem csak a pénzért, de főleg a pénzért csinálom, különben, ha nem, akkor vitorláznék a föld körül a saját hajómon, ami megvan, nem kell róla elmondom se. Persze, fogadd el, igen, a pénzért csinálod, amit csinálsz sokszor. Lehet, hogy pénzért is csinálsz dolgokat, de fogadd el, ne védekezz. Őző egoista vagy. Nem önző egoista vagy. Tudod mi az, hogy egoista? Az egoista az, nem az, amit te csinálsz, hogy magadra gondolsz. Az, aki elvárja tőled, hogy úgy viselkedj és élj, ahogy ő elvárja. Amikor az én elvárásom a trakomra, a másikra, az az egoizmus. Amikor az én elvárásaim szerint és igényeim szerint élek, az nem egoizmus. Az egy jó, tisztességes, egészséges önérzet. Oké? Okay? És élni akarás, és túlélni akarás. Oké? Okay? Ezzel akarsz meggazdagodni? Nem... nem, nem. Ne foglalkozz vele! Ezek nem ügyfelek ráadásul. Ezek átszázott hiénák. Be vannak bújva ilyen kis, tudod, lehet kapni kismacskára ilyen kis oroszlán valamit, a kínaiak árulnak ki, hogy rárakod a kismacskát fel, és úgy néz egy oroszlán egy nagy sörény. De ezek hiénák valójában. Amikor azt mondják neked, hogy ne politizálj borzasztóan föl tud idegesteni, pontosan nem tud fölidegesíteni, borzasztóan az ellentétét uh, váltják el. Régen már lehet, hogy ez, a, amit betanítottak, ugye hát ez a Fidesznek az alap, gondolat, ne politizál se magánemberként, se, uh, se se, civil szervezetként, mindenkinek a dolga, hogy politizáljon, mindenkinek, hiszen a sorsáról van szó. De már rég nem ellenkezek el, olyan. jó, hát nem akarok politizálni, de akarok politizálni meg, aki azt mondja, hogy ne politizálj. Legyen erőd, pattanjanak le az emberek. Hogy a fenébe akarsz elérni célokat? Folyamatosan fognak tesztelni, próbálni. Te is csak pénzt akarsz, pénzért csinálod. Igen, igen, barátom, pénzért. Mert aki nem hajlandó adni érte 5-10-20, akárhány ezer forintot, azért, ami megér 50-10-100 ezer forintot, akkor az nem érdekel, annak nem akarok segíteni, aki ebben jön. Nem érdekel. Lehúzza a szegény embert, és így tovább. Mondok az nem fél percet el, hogy mi az, amivel téged triggerelni, így így, 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 manipulálni, hergelni szoktak? Főleg a manipulálni, és ezek azok, amiken lehet érdemes elgondolkozni. Lehet, hogy itt ö, túlságosan rossz gondolsz erre. Tipikusan ez a ne dolog ilyen, hogy én is bedőltem ennek egy darabig. Múgy annyian mondták, barátok, és onok, akik fontosak. És rá kellett jön, hogy el kell nekik magyarázni, hogy figyelj, mi az, hogy ne politizálj? A hosszújában megteltem, hogy nem politizálok, mert a gazdaságban, a hétköznapokban nem nagyon érdekel, nem nagyon folyik bele a politika. De Magyarországon, hát Magyarországon, amikor beszélek egy, egy orvos barátunkkal, egy, egy és azt mondja, hogy olyan kommunista, inkább, inkább nem is, de kommunista, nem szocialista, olyan kommunista dolgokat találtak ki, hogy kényszer kell menniük, 150 vagy másfél óra távolságra a, a klinikától, a magánklinikától az államnak kényszer munkaként kötelezhetik erre akkor ne politizálj, süssd meg. Vagy amikor megszüntették a, az iparágadat, és, és fölszántották föl a saját maguknak, akkor próbálj ne politizálni. Szóval ne be ezeknek. Úgyhogy mi az, ami legfontosabb, én szerintem? Ahhoz, hogy, hogy tényleg végig tud menni az úton, hogy ne foglalkozz vele, hogy mit dobálnak rád. De akart és hogy hogyan tudod ezt megtenni, Ma már is nem tudsz eljönni, mert ma már kedv van, amikor ez a videó fölkerül, de ha szeretnéd ezt tudni, ha szeretnél az eszközöket, erőt kapni, akkor indítunk egy exponenciális megvalósító programot, az EMP, ez a neve, <laughs> lehet valamire hasonlít, igaz? Egy exponenciális megvalósító programot a dr. Pető Bencivel, ami február vagy január végén indul, úgyhogy majd berakom ide a videó alá az hu per EMP, ott van a leírása a weboldalon. Nézzed meg, én azt gondolom, hogyha szeretnél fölvértezve előre haladni, és a lehetőséget kihozni ebből az korszakból, ami szerintem ilyen aranyásó korszak van, és az aranyásó, és amikor ez az aranyláz volt, akkor se mindenki lett gazdag. Jó, tudom, főleg a, akit ásót árultak, de azért lettek az egy páran, akik viszont az aranyból is gazdagok lettek. Szóval ebbe akarok neked segíteni. Tehát bármit mondanak rád, bármennyire le akarnak húzni, bármennyire akarnak manipulálni, ne hagyd magad. És aki azt mondja rád, hogy persze, ö, te is csak a pénzért, attól én meg szoktam kérdezni, de nem kell megkérdezni valójában, csak így képletesen magad, az ma megnyugtat, hogy te hülye, majd a bocsánat, ezt ma ki kell sipolni. Te, te agyatlan ember, pont te mondod, amikor nekem van 1300 videóm, teljesen ingyen rakom föl őket, látom, hogy mennyire hasznos, egy csomó köszönő e-mailt kapok, és ha téged megkérdeznének bármit is teszel, hogy akár egy fél órát hajna nekem ingyen nekem ingyen segíteni, akkor föl lenne háborodva. És ettől már meg is vagyok nyugodva, még ha föl is húztam volna magam. És azt mondom, hogy Úristen, egy ilyen, pró ilyen, ilyen uh, hülye megjegyzésével próbálok egyáltalán foglalkozni. Hát uh, mikor, mikor uh, érdekli az elefántot, hogy pukkant egyet a, az egér? Na, legyen erőd, legyen erőd mert nem lesz könnyű de megéri na ciao sok sikert